mindenkinek G.V. Cooper vagyok, és ez a világ legbutálabb 180. epizódja. A ritka betegség azt jelenti, ha az adott kor egy lakosság körében szorványosan fordul elő, és a teljes lakosság csak egy korlátozott számú egyéneinél figyelhető meg. A legtöbb ritka betegség világszerte mindössze pár ezer, száz vagy csak néhány tucat embernél jelentkezik, ez amiatt is elképesztően tragikus, mert ezek a betegségek a pácienseket és a hozzátartozóikat rendkívül sebezhetővé és elszigetelté teszik. Ezért az ilyen betegek joggal érezhetik úgy, hogy egyedül vannak, azonban ritka betegségben szenvedni manapság már nem rendkívüli, a 70-es, 80-as évek tájékán változott a társadalmi felfogás és empátia ezen emberek irányába. Korábban, sajnos még napjainkban is, de ez már valamelyest ritkább, a különböző, hihetetlennek tűnő betegségekben szenvedőket szörnyszülötteknek, bestiális rémeknek tartották. A ritka betegségek nagyon eltérőek, becsülések szerint ma körülbelül 7000 ritka rendellenességet ismer az orvostudomány, ami a legrémisztőbb az egészben, hogy a nagy többségükre nincs gyógymód, sőt, sok esetben arról sincsenek információink, egyáltalán mitől alakulnak ki, és miért pont az adott személyt támadják meg. A ritka betegségek 80%-át genetikai okokra vezetik vissza a kutatók, ahol egy vagy több génnél vagy kromoszómánál van rendellenesség. Ezek örökölhetőek, de génmutációk miatt is kialakulhatnak. Egyes ritka betegségeket vírusos fertőzések okoznak, de vegyi anyagok vagy sugárzás is előidézheti, ezért előfordul, hogy az ilyen rendellenességeknél együtt jelentkeznek a környezetbeli és genetikai tényezők. A legtöbbről azonban megfelelő korélettani kutatás hiányában jóformán semmit sem tudunk. A mai epizódban néhány ilyen elképesztő betegséget hoztam el nektek. Olyan rendellenességeket, melyeket első hallásra egy skifi író agyszüleményének gondolhatnánk, azonban sajnos jó pár embertársunk küzd a hamarosan bemutatott problémákkal. Milyen lehet úgy élni, hogy valaki allergiás a vízre? Hogy lehetséges az, hogy egy betegség élő szoborrá változtatja az embereket? Hogyan lehet azt feldolgozni, hogy 5-6 éves korodban úgy nézel ki, mint egy 80 éves aggasztján? A videóban ezekre a kérdésekre fogok választ adni, tartsatok velem, és ismerjünk meg három hihetetlen és döbbenetes, nagyon ritka betegséget. Bizonyára sokan hallottatok már a görög mitológiában feltűnő három gorgóról, Eurualéról, Steinóról és Medúzáról. Ezek a lányok a mitos szerint Palaszaténé büntetésének következtében olyan szörnyetegekké váltak, hogy aki rájuk pillantott, az azonnal kővé változott. Egészen többenetes, de a kővé válás nem puszta mítosz ugyanis létezik egy olyan betegség, mely ha nem is azonnal, de folyamatosan szoborrá változtatja az embereket, akik idővel a szemükön kívül már semmi mást nem tudnak mozgatni a testükön a kőember szindróma orvosi nevén fibrodisplázia ossificans progresszíva, rövidítve FOP, azt jelenti, ha egy embernek csontszövet nő azokon a helyeken, ahol innak, izomnak vagy más kötőszövetnek kellene lennie. Az ACVR vannak nevezett csontnövesztő gén mindenkiben jelen van, azonban egy egészséges embernél a csontvász kifejlődése után leáll viszont a kőember szindrómában szenvedőknél ez a gén tovább dolgozik, minden izom vagy insérülés esetén csontszövetet növeszt, így évek, évtizedek alatt teljes mértékben elcsontosítja a testet. Nagyon súlyos esetekben a testben jóformán már csak csontszövet alakul ki, ezért a betegek teljesen mozdulatlanná, szoborszerűvé válnak. A betegségről a legelső feljegyzések a 17.-18. századból származnak. 1692-ben egy Guy Petin nevű francia orvos tett említést feljegyzéseiben egy furcsa dudorokkal rendelkező, szinte mozdulatlan betegéről. 1736-ban John Freke brit orvos hosszasan tanulmányozott egy serdülőkorú fiút, aki az orvos által leírt tünetek alapján ebben a korban szenvedhetett. Az 1900-as években nevet is kapott a kor, myositis ossificans progresszívának hívták, ami azt jelentette, az izom fokozatosan csontá válik. A nevet hivatalosan az 1970-es években változtatta meg a baltimore John Hopkins Egyetem egyik kutatója, dr. Viktor Mekuzik fibrodisplázia ossificans progresszívára a férfit az orvosi genetika atyának tartják. 1989-ben jött létre a Pennsylvániai Egyetem orvostudományi karán az FOP Collaborative Research Project, melynek célja a betegség teljes körű feltérképezése, megismerése és gyógyítása volt, a kutatások napjainkban is gőzerővel zajlanak. A legszomorúbb az, hogy az FOP-val születő babák teljesen egészségesnek tűnnek, a betegségre születéskor mindössze a nagylábúja görbesége utalhat, ám ez sem fordul elő mindig. A veleszületett betegségben szenvedők fejlődése egy ideig normális, majd néhány éves korban a nyakon vagy a vállon először egy puha, majd egyre keményebbé váló tudor jelenik meg. Ez egy nem megfelelő helyen növő csontszövet, ami megbénítja az addig probléma nélkül mozgatható végtagokat. Ez a folyamat tovább folytatódik az egész testen a nyaktól lefelé, és szó szerint egyre több izmot bénít meg, miután a hajlékony kötőszövetek merev csontszövetekké alakulnak. Egy apró sérülés, egy ütés is elindítja a csontképződési folyamatot, melynek során a kötőszövetek nem meggyógyulnak, hanem csontok képződnek rajtuk. A kőember szindrómában szenvedők körülbelül 30 éves korukra már súlyosan mozgáskorlátozottak, a folyamatos elcsontosodás miatt végtagjaikat sem tudják mondani. Mozgatni, halláskárosodás, illetve szájzár alakul ki. A betegség megismerésében rengeteget segített a tudománynak Harry Raymond Eastlake és Carol Ann Orcel, akik mind a ketten ebben a súlyos betegségben szenvedtek. Harry 1933. november 17-én született Filadelfiában, és négy éves korábban kezdődtek a panaszai. A fiú ízületei többenetes módon kezdtek elcsontosodni, 1946-ra, 13 éves korára teste szögletessé vált, izmai elcsontosodtak. Harry hat nappal 40. születésnapja előtt, 1970 Háromban hunyt el tüdőgyulladásban egy filadelfiai kórházban. A férfi kérvényezte, hogy testét felhasználhassák az orvosok halála után, hogy jobban megérthessék a betegségét. Harry soha nem találkozott más hasonló betegségben szenvedő emberrel, magányos volt, és életének nagy részét súlyos fájdalmak közepette töltötte el. Halála után kérésére csontváza a filadelfiai Müttermúzeumba került kiállításra. Caroline Orcel 1959-ben április 20-án látta meg a napvilágot, és nála is pár évesen már diagnosztizálták az FOP-t. A lány az English House-ba, a Filadelfiában található speciális intézménybe került 23 éves korában, ekkor ekkora hatalmasodott el rajta az elcsontosodás. Carol igen aktív tagja volt az FOP közösségnek, rengeteg kutatást támogatott, a közvéleményt és a szakembereket pedig rendszeresen tájékoztatta a betegségéről. Carol igen szép kort ért meg betegségéhez képest, 2018-ban 59 évesen hunyt el az FOP szövődményeiben. Amikor Carol 1995-ben meglátta Harry kiállított csontvázát a Filadelfiában található Mütter Múzeumban, ő is azt szerette volna, ha az ő csontvázát is kiállítják halála után, ám volt egyetlen feltétele, mely így hangzott. De csak akkor, ha az égszereimet is kiállítják mellé. És így is történt. Mint Harry, mint kerol csontvázát megtekinthetik napjainkban is az érdeklődők a Filadelfiai Orvosi Müttermúzeumban. Azonban hiába segítette első kézből Harry és kerol az orvostudományt a kőember szindróma megismerésében, sajnos jelenleg sem tudunk róla sok mindent. Az FOP 2 millió emberből mindössze egyet érint, az egész világon napjainkig 900 embernél diagnosztizálták ezt a különleges kort. Nem észlelhető fai, etnikai, nemi vagy földrajzi preferencia az FOP-ben szenvedő embereknél a világon bárhol bárkit érinthet. A betegek várható élettartama 40 és 56 év közé esik, a legtöbb halálesetet a bordaív összeolvadása miatti szív és légzési elégtelenség okozza. 2006-ban sikerült azonosítani azt a genetikai mutációt, ami a kőember szindrómát okozza, sajnos azonban a kialakulásának a mértjét nem tudjuk, jelenleg még nincs rá hatékony gyógymód vagy kezelés, 2019 óta három gyógyszert klinikailag tesztelnek, melyek talán segíthetnek az FOP-ben kőember szindróma szemvedőknek. Ugye milyen jól esik egy forró nyári napon beugrani egy hideg vízzel teli medencébe? és mennyire fantasztikus érzés, ha egy napokig vagy akár hetekig tartó szárazság után leszakad az ég, és hűsítő nyári zápor csap le a vidékre, mi pedig a szabad levegőn állva élvezzük az esőcseppeket a testünkön. Arról nem is beszélve, hogy egy nyári napon milyen jó is hosszú kortyokban élvezni egy palack víz tartalmát. Ezek olyannyira természetes dolgok számunkra, hogy sokszor nem is tudjuk felfogni, mennyire értékes és lenyűgöző az, hogy egyáltalán megtehetjük őket. Ugyanis vannak olyan emberek bolygónkon, akik számára az imént felsorolt tevékenységek szörnyű fájdalommal járnak, és olyan bizarr világban kénytelenek élni, ahol a legnagyobb ellenség az egyik legnagyobb éltető erő, a víz. No de hogy lehetséges ez? Hogyan utasíthatja el az emberi test az élet egyik legalapvetőbb szükségletét? Mivel az emberi test körülbelül 60%-a vízből áll, így meghökkentőnek tűnhet, ha valaki a vízre allergiás, azonban elképesztő módon létezik egy ilyen betegség, amely olyannyira ritka, hogy sokáig még nevet sem kapott, és maga az elnevezés is bizonytalan, hiszen nem egy valódi allergiáról beszélhetünk a kutatók szerint. Ami biztos, hogy egyes embereknek a bőrén vízzel való érintkezéskor csalánkiütésekre emlékeztető piros foltok jelennek meg, súlyos esetekben a sírás vagy egy pohár víz megivása is rohamot válthat ki. Az aquagenic urtikarának elnevezett betegséget először 1964-ben jegyezték fel Walter Shelley és Howard Rounsley orvosok. Ők abban az évben három esetről számoltak be, az elmúlt 60 évben pedig mintegy 100 vízalergiás beteg lett dokumentálva az egész világ népességéből. Az első esetek főszereplői egy 15 éves lány, egy 19 éves srác és egy 4 éves kisfiú voltak. Mindannyian arról számoltak be, hogy zuhanyzás során szinte az egész testükön piros, csalánkiütésekre hajazó foltok terjedtek szét, melyek viszkető érzést okoztak. Ezt a különös reakciót a 60-as évek óta több emberen is megfigyelték. Ha vízzel érintkezik a bőrük, akkor duzzanatok jelennek meg rajta, amelyek igen kellemetlen érzést okozhatnak. Ha arra gondolunk, ezt a vízben található vegyszerek, például a klórokozza, sajnos nem helytálló, ugyanis a vízallergiában szenvedőknél ugyanezen kiütéseket a rájuk hulló természetes esők is előidézik, vagy a tisztított, desztillált víz. Elképesztő, de komoly tüneteket okozhat a testükre kerülő egyetlen csepp víz is, ezért az ebben a betegségben szenvedők hétköznapi rutintevékenységek ellátására is képtelenek, mint például a mosogatás vagy a zuhanyzás, sőt egyes pácienseknél a saját izzadságuk is kiütéseket okoz. Vízalergiás kortanok között is óriási különbségek vannak, ezért több formáját is megkülönböztetjük. Nagyon-nagyon ritka esetben a páciens nem tud meginni egy pohár vizet sem, de a sírással is vigyáznia kell, mert ez a természetes folyamat is óriási fájdalmat okozhat a számára. A fájdalommal és nem csak viszketéssel járó tünet a vízalergia egyik formája, amit az orvostudományban akvadiniaként ismernek. Ezen ritka személyek közé tartozik a most 34 éves Rachel Warwick. A fiatal nő Angliában, Ripley városában él, és a vízallergia legsúlyosabb formájában szenved. Reakciói annyira hihetetlenek, hogy sokan okkal azt gondolhatják, ilyesmi a valóságban nem létezhet. Rachel teste a víz minden formájára allergiás. A desztilált, vegyszermentes vízre ugyanúgy, mint a csapvízre, vagy egy uszodai medencevízére. A reakciót mindig a víz váltja ki, függetlenül annak a hőmérsékletétől. A hölgynek a saját könnyei is égető érzést okoznak, és duzzanatok jelennek meg tőlük az arcán. Rachel 12 éves volt, amikor diagnosztizálták nála a betegséget, miután egy úszás alkalmával kiütések jelentkeztek a testén. Rachel szinte semmi olyasmit nem tud élvezni, amit más igen. Esős vagy téli napokon nem hagyhatja el a házat, csak ha, mint a képen látható, alaposan bebugyolálja magát, ugyanis a nő bőrén a hópelyhek is fájdalmas kiütéseket okoznak, amelyek, mint Rachel fogalmazott, olyanok, mintha a bőrét forró olajcseppek égetnék. Íme egy kép, ami Rachelről készült zuhanyzás után. Láthatjuk, hogy úgy néz ki, mintha megégett volna a bőre. A kiütések átlagosan 20-40 percig maradnak meg a bőrén és okoznak viszketést vagy fájdalmat, utána nyomtalanul eltűnnek és a fájdalom is alábbhagy. A mindennapi tevékenységeket Rachel férje és egyben hivatásos gondozója végzi, úgy, mint például a mosogatást. Orvosai, látván a nő súlyos reakcióit, azt tanácsolták neki, hogy hetente mindössze 15 percet zuhanyozzon, így a fiatal nő hétből egy napot tölt zuhany alatt, de ez a folyamat is óriási fájdalmat okoz a számára, az izadás minimalizálása érdekében könnyű ruhákat visel és dezodorokat használ. Még zavarba egy több, hogy bár az esetek többségében nincs ilyen tünet, de Rachelnek egy pohár víz elfogyasztása után percekre betagad a torka, mintha részlegesen elzárnák a nyelőcsövét. Ezért ritkán fogyaszt vizet, különös módon a tejtől vagy gyümölcslevektől nincsenek ilyen panaszai, így víz helyett ezeket az italokat tudja biztonsággal meginni. A YouTube-on is tevékenykedik egy lány, aki szintén ezen betegség egyik formájában szenved. Fiona Bonsz egy videóban is beszámol döbbenetes esetéről, az ő teste konkrétan minden olyan dologra allergiás reakcióval válaszol, ami nedves. Legyen az nyál, testápoló vagy gyümölcslé. Az úgynevezett vízalergia pontos oka nem ismert. Az állapot gyakrabban fordul elő nőknél, mint férfiaknál, általában pubertás idején jelentkezik először, de olyan nőknél is megfigyelték már, akik szülés után kezdtek hasonló reakciókat produkálni vízzel való érintkezés okán. Nem véletlen, hogy a pontos oka nem ismert, hiszen körülbelül 230 millió emberből egy szenved ebben a nagyon ritka betegségben. A kutatók egy hibás immunválaszt sejtenek a háttérben, a már említett dr. Shelley és Rausli szerint nem kizárt, hogy a víz és az emberi bőr hámsejtjeinek egyik arétegében lévő anyagok kölcsönhatásai olyan toxint termelnek, amely serkenti a hisztamin termelést, ez pedig csalánkiütéseket okoz. Egyes orvosok szerint akár a genetika is közrejátszhat, ugyanis az elmúlt évtizedekben egy olyan család története is dokumentálásra került, melynek az összes tagja vízalergiában szenvedett. Bár a tudomány még nem jutott konszenzusra ezen betegség megértésében és az ok-okozati ok összefüggéseiben, bizonyos terápiák valamilyen szinten segítségére lehetnek a pácienseknek, ezek általában antihisztaminos, UV fényterápiás kezelések. Noha jelenleg ezek a kezelések a tüneteket kezelik, nem magát a betegséget szüntetik meg, bízunk benne, egyszer lesz gyógymód erre a hihetetlennek tűnő különös állapotra. Biztosan sokan láttátok már, legalábbis hallottatok a 2008-as Benjamin Button különös életet című filmről. A Brad Pitt főszereplésével készült mozgókép egy furcsa férfiról szól, aki 80 évesen született, és kora előrehaladtával egyre inkább megfiatalodik. Hihetetlen, de van egy valós egészségügyi állapot, amikor nagyon ritkán egyes csecsemők már aggasztjánként születnek. A betegséget nem hivatalosan Benjamin Button szindrómának nevezik, azonban sajnos ezek a gyermekek Buttonhoz hasonlóan nem fiatalodnak meg később. Körülbelül 13 éves korukig elhunynak, hiszen testük 7-szer gyorsabban öregszik átlagos társaikétól. Ezt az ijesztő folyamatot a tudományban Hutchinson Gilford progéria szindrómaként ismerik, ez az állapot pedig egy nagyon ritka és sajnos végzetes genetikai állapot. Az elnevezése görög eredetű, a pro és gerász szavakból a pro jelentése koraszülött, a gerász öregséget jelent. Míg a progéria több fajtája létezik, a klasszikus típus a Hutchinson Gilford progéria szindróma, mely azokról az orvosokról kapta a nevét, akik először jegyezték fel Angliában ezt a hihetetlen betegséget. Jonathan Hutchinson 1886-ban, és Dr. Hastings Guilford 1897-ben. A kutatók már nagyon régóta próbálják megfejteni az öregedés titkát, és azt, vajon milyen biológiai folyamatok játszhatnak benne közre. Francis Collins, aki a 90-es években és a 2000-es évek elején az amerikai National Human Genome Research Institute Marylandi Intézet igazgatója volt, csapatával arra az eredményre jutott, hogy az öregedés nem azonos a szervezet sejtjeinek elkopásával. Ugyanis kutatásai során megállapította, hogy az a toxikus fehérje, ami szerepet játszik a fiziológia öregedés folyamatában az a fehérje a progériában szenvedő gyermekek szervezetében is termelődik. A progériás gyermekek a normális öregedési ütemhez képest hétszer gyorsabban öregednek, mert bár ezek a gyerekek egészségesen születnek, a testükön hihetetlen módon felgyorsult öregedési jellemzők figyelhetőek meg. Az érintett gyermekek lassabban nőnek, nem híznak a várt ütemben, és jellegzetes arckifejezés alakul ki náluk, nagy szemek, vékony orr, vékony ajkak és nagy fej a hajuk kihúlik, megöregszik a bőrük, és izületi rendellenességek, elmeszesedett erek alakulnak ki náluk, pont úgy, mint a hajlott korú emberek esetében. Viszont ez az állapot a gyermekek intellektuális fejlődésére nincs hatással, az intelligencia hányadosuk átlagos, de sokszor átlag feletté csak a testük öregszik. Azoknál a gyermekeknél, akik születésüktől kezdődően egy akkorú ember testében élnek, jellemzőek az időskori embereknél kialakuló betegségek, úgy mint az érelmesesedés, szív- és érrendszeri betegségek vagy a szélütés. Talán a leghíresebb progériás személy egy Edália Rose nevű kislány volt, aki a texasi Austinban élt családjával. Rose-nál három hónapos korában diagnosztizálták a betegséget, azonban a kislány mindvégig megőrizte határtalan jókedvét. Édesanyja Natalia Polentá 2018-ban így nyilatkozott róla. Edalia teljesen megváltoztatta az életemet. Amíg meg nem született, nem voltam hálás semmiért, nem tudtam, mit is jelent az igazi élet. Rose legfőképpen Amerikában igen híressé vált, YouTube csatornát indított, ahol több mint 3 millió feliratkozóra tett szert, Facebookon több mint 12 millió követője volt. A lány vidám hangulatú videókat készített, melyekben folyamatosan beszámolt egészségi állapotáról. Sorstársaihoz hasonlóan Edáliának sajnos nem adatott sok idő a földön. Idén, 2022-ben, január 12-én hunyt el betegségének szövődményeiben 15 évesen. Egy holland tanulmány szerint ez a ritka betegség 20 millió születésből egyszer fordulhat elő. Napjainkig 53 országot vizsgálva hivatalosan 179 progériás esetről van tudomásunk. Feltételezések szerint a betegség felfedezésétől számítva 1886-tól néhány száz ilyen rendellenesség fordulhatott elő. Bár jelenleg nincs gyógymód erre a megbetegedésre, a kutatók tudni vélik, mi okozza, bár a miértek egyelőre homályosak. A progériát egy lamin nevű gén mutációja okozza. Ez a gén termeli a lamin A fehérjét, ami a sejtmagot összetartó szerkezeti váz. A kutatók úgy vélik, ha egy lamin A fehérje valamiért meghibásodik, akkor instabillá teszi a sejtmagot. Ez az instabilitás pedig hozzájárul a gyors és korai öregedés folyamatához a progéria esetében. A progéria egyik szintén nagyon ritka változata az úgynevezett Warner szindróma. Ez esetben különös módon nem csecsemő, hanem tinédzser korban kezdődik a felgyorsult öregedés, a Warner szindrómában szenvedők átlagos életkora 40-50 év. 2020-ban az Egyesült Államok gyógyszerügyi hivatala jóváhagyta az Okinvi márka néven futó Lonafarbin készítményt, melyet a progéria szindróma okozta halálozások csökkentésének érdekében fejlesztettek ki. Kis érdekesség, hogy az időszámításunk előtt 551-től 479-ig élt kínai filozófus Konfucius egyik tanítványáról, bizonyos Jan hui olyan írásos feljegyzések maradtak fent, ami szerint a fiú nagyon gyors ütemben öregedett és nagyon fiatalon meghalt talán nem kizárható, hogy Jan Hui lehetett a világ első progériás betege. Sajnos a ritka betegségekben szenvedő emberek és családtagjaik számos átfogó problémával kerülhetnek szembe. Nehéz megfelelő diagnózist kapni, a betegségről szóló információk hiánya és a társadalmi következmények. Ezek a betegségek a páciensek életének minden területére kihatnak, legyen szó tanulásról, munkahelyről, barátokkal való aktív életről. Akár megbélyegzettséghez is vezethetnek, az emberiségnek ilyesmiért nem kell a szomszédba mennie, és a közösségekből való kizáráshoz, bár én azt mondom, az ilyen rosszindulatú, kirekesztő, idézőjeles közösségekhez nem is feltétlenül muszáj tartozni. Alapvetően a legfontosabb az lenne, ha tudatosulna az emberekben, hogy a ritka betegségek bármikor, bármely családban előfordulhatnak. Ez nem egy borzalom, ami csak másokkal történhet meg. Ez a valóság, és bárkivel megtörténhet szüléskor, születéskor, vagy életének egy későbbi szakaszában. Jelenleg becslések szerint körülbelül világszerte 300 millió embert érint valamiféle nem szokványos, ritkábbnak számító betegség, és bár rengeteg ember figyelme átsiklik a ritka betegségek felett, azt fontos tudni, hogy egy ritka betegség modellje segíthet a gyakori betegségek jobb megértésében, tehát a ritka korképek megismerése sokszor előmozdítja elterjedtebb betegségek gyógyítását. Azonban sajnos joggal érezhetjük úgy, hogy a ritka betegségben szenvedő páciens az egészségügyi rendszerek mostoha gyereke, hiszen gyakran megfelelő diagnózist vagy kezelést sem kap, ezért a reményre sem lehet oka. A nehézségek közepette viszont érdemes megemlíteni, hogy mindig lehet tenni valamit. Az évtizedek során ritka betegségekben szenvedő gyermekek szülei hoztak létre különböző szervezeteket, alapítottak közösségeket, ahol hasonló problémákban szenvedő családoknál megértésre találnak. 1997-ben alakult az Eurortis, a ritka betegségek európai szervezete. 24 különböző ország több mint 200 szervezetét képviseli, és több mint 100 ritka betegséggel foglalkozik. Az Eurortis nem hatósági szervezet. Betegek és olyan egyének hozták létre, akik a ritka betegségek terén fejtenek ki aktív tevékenységet, és elkötelezettek annak érdekében, hogy minden ritka betegségben szenvedő embernek jobb legyen az élete. Jó magam minden tiszteletemet küldöm a ritka betegségekben szenvedő legyen szó kőember, vagy progéria szindrómáról, vagy vízalergiáról. Véleményem szerint ezek az emberek elképesztő kitartással rendelkeznek, meg tudják becsülni a szimpla szeretet igazi erejét, ráadásul sokkal erősebbek és fejlettebbek akár spirituálisan is, mint a nagy átlag. Ők tudják becsülni, mit is jelent a valódi egészség, amit az emberiség sokszor saját maga pusztít el. Nektek mi a véleményetek a videóban elhangzottakról? Van-e a családotokban ritka betegség, vagy esetleg te magad szenvedsz valamilyen ritka betegségben? Nagyon kíváncsian várom a kommentjeiteket itt a videó alatt. Köszönöm szépen, hogy ismét velem tartottatok. Ha érdekesnek találod a munkásságomat, kérlek iratkozz fel ide, és a GV Cooper History csatornámra is, illetve kövessd be a GV Cooper Facebook oldalt. Ha van kedved, csatlakozz a csatornatagság funkcióhoz, ahol a novelláimból készített videóimat nézheted meg. Köszönöm szépen minden csatorna tagnak a támogatást. A következő epizód a jövő héten érkezik, melynek témája a háborzongató fantomgyilkos, máig megoldatlan rejtélye. Szép napot, sziasztok!